Az volt a szívemen, hogy én nem akarok semmilyen tanítást vagy prédikációt, hanem én egy bizonyságtétellel készültem felétek, amit még szerintem úgy a gyülekezettel úgy nem osztottam meg korábban, hogy valószínű, hogy emberek voltak, akiknek elmondtam, de talán így az egész gyülekezetnek nem. És most azt éreztem, hogy érdemes lenne ezt megosztani, mert lehet, hogy van köztetek olyan, akinek az életére hasznos lehet az, amit elmondok. És a másik az, hogy ez az én életemben az egyik legfontosabb dolog volt, amit Isten végrehajtott a szívemben, illetve az életemben. Ez a keserűségből való szabadulás, helyreállás, gyógyulás volt, és ez egy elég nehéz téma. És csak 2-3 igét felolvasok, és utána el is kezdem ezt az egész bizonyságtételt. Az egyik az a Jakab leveléből a 21-es, az 1-21. Azt mondja, hogy elvetve azért minden undokságot és a gonoszságnak sokasságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, ami megtarthatja a ti lelkeiteket. Az van ott az a eredeti szóva, hogy megújítja, helyreállítja a lelketeket. Tehát, hogyha szelíd a szívünk, akkor tudjuk az igét, az igazságot befogadni, és a lelkünkre az egy helyreállást tud hozni. És 2 ige volt még, amin gondolkodtam. Az egyik az ehhez a témához kapcsolódóan, és majd úgy el fogom mondani, hogy miért. A példabeszédek 20-ban van a 27-es. Az Úrtól való szövétnek, az embernek szelleme, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Majd ezt beleépítem így a mondani valómba, és még egy a Zsoltár, bejelöltem, a 19-es Zsoltárban van egy ige. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Most ez azért van ennek lényeg, vagy jelentősége, hogy a tévedések, miért mutattam ezt az igét nektek, hogy az ember a legtöbb problémából az életében akkor tud kijönni, ha felismeri, hogy probléma van az életében, és nagyon sokszor nehéz észrevenni, meg rájönni, hogy melyik terület az, ahol probléma van, és az ember azért általában próbálja magát elfogadni, és úgy ítélni meg magát, hogy azért ugye sokszor mentegeti magát az ember, de nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan állapotba eljussunk, hogyha gond van az életünkben, hogy felismerjük azt, hogy problémák vannak, és hogy abban Istennek a szabadítására van szükség. Nos, én a keserűségből való szabadulás, helyreállás, megtérés, az az én életemben nem a pillanat műve volt. Ugye mondják, hogy meglátni és megszeretni a pillanat műve volt. Hát ez nem az volt. Ez egy nagyon hosszú, tudatos Isten keresés és építkezésnek az eredménye volt, hogy helyre tudtam állni. És röviden annyit mondanék el, hogy 2005-ben tértem meg, akkor 29 éves voltam, nagy boldogság jött az életembe, és aztán egy ilyen másfél év után jöttek már problémák, amikor jártunk együtt a gyülekezetbe, még egy másik gyülekezetbe testvérekkel, barátokkal, és ott kezdtem én is megérteni, hogy milyen gondok vannak. Plusz továbbá az életemben voltak egyéb magánéleti, magánjellegű problémák, és átjöttünk ugye ebbe a gyülekezetbe 2006 év végén, és hát nem voltunk annyira jó lelki állapotban, én se voltam olyan jó lelki állapotban, és 2007-ben ebben a gyülekezetben hallottam először arról, hogy a keserűség az egy mennyire fontos téma az ember életében, hogy az felismerje és meggyógyuljon és helyreálljon. Akkor egy olyan 2 éve voltam hívő, és nekem akkor már nagyon sok területen volt keserűség az életemben. És az egyik fő terület, csak hogy úgy nagyjából lássátok, mert nem akarok ilyen rébuszokba beszélni, nem szeretem, ha nagyon nagy általánosságokat mondunk, mert akkor az ember nem érti, hogy konkrétan miről van szó. Tehát én 41 éves voltam, mikor férjhez mentem, és tulajdonképpen egyedül éltem le az életemet, és 15 éves korom óta voltam család nélkül, mert máshol külön laktam a családomtól, tanulmányok miatt, és nekem nagyon-nagyon hiányzott a család, a társ,
és az intim családi légkör, az otthonosság, a meghittség, tehát nagyon-nagyon magányos voltam nagyon-nagyon sokáig. És volt egy betöltetlen szükség az életembe, és folyamatosan ugye várakoztam, hogy mikor fog ez megváltozni. Ez volt az egyik fő probléma, ami az életemet nagyon-nagyon áthatotta, leuralta, és ami a megtérésemkor átmenetileg ugye javult ez az állapot, de nem oldódott meg a probléma. És aztán hozzájöttek hívő életemmel kapcsolatba különböző gondok ehhez a keserűséghez, kapcsolati problémáim lettek, családi kapcsolati problémáim, és egyéb dolgok, amikből elindultak a keserűségek az életemben. És azért mondtam most egy pár pontot, mert biztos, hogy mindenkinek az életében más-más terület lehet, ami esetleg problémás, és nekem ilyen típusú gondjaim voltak. Leginkább ez a dolog bántott, vagy fájt, hogy nagyon egyedül voltam, és nem találtam a társamat. És akkor ugye 30-valahány éves voltam, és az a lényeg, hogy ebben a gyülekezetben volt a prédikációk, tanítások, hogy a keserű gyökér, az hogyan indul el az ember életébe a keserűség, milyen dolgok okozhatják, és hogy ami a legérdekesebb volt, amit megjegyeztem a tanításból, az az volt, hogy a keserűség az tanítja az embert, és egy más jövőképet ad az embernek, mint amit Isten tervez, és egy teljesen más irányba akarja a sorsát vinni. És tulajdonképpen azért nagyon veszélyes, mert eltéríthet arról az útról, amit Isten kijelöl a számunkra, és Istennek egy jó terve van, jó a jövőképe, és ő gyümölcsöző, eredményes életet akar nekünk adni. Viszont a keserűség, ha bejön az ember életébe, és ha nem jön rá, hogy az keserűség, és hogy az ő neki eltéríti a látását, akkor nem biztos, hogy bele tud menni abba a sorsba, amit Isten rendelt számára. És én ezt észrevettem, felismertem a tanításból, hogy ez az üzenet, ez rám vonatkozik. És ez még csak az első pont volt, mert felismertem, de még mindig nem tudtam, hogy én majd hogy fogok tudni ebből helyre jönni, megszabadulni, meg hát mondták, hogy ugye meg is kéne térni belőle. Na azt meg végképp nem értettem, hogy hogy térjek meg belőle, mikor én nem bántottam senkit. Tehát, hogy nem azért vannak ilyen fájdalmak, mert én bántottam az embereket, és akkor most bocsánatot kéne kérni, hanem valami más. És akkor hát gondolkodtam sokat, imádkoztam. Akkoriban annyira mély ponton voltam, hogy tulajdonképpen a munkába menekültem, és volt vagy két, jártam gyülekezetbe imádkozni, tehát ott voltam, ahol tudtam, mert nagyon-nagyon szerettem a testvérekkel együtt lenni, és mivel egyedül éltem, ezért senki nem várt otthon, tehát nekem jó is volt együtt lenni a testvérekkel, szerettem a testvérek társaságát, szerettem velük beszélgetni, imádkozni az Úrnak a jelenlétében, együtt lenni. Nagyon sokat imádkoztam otthon, sokat vigasztalt az Úr, gyógyított is, bibliáztam, próbáltam megérteni, amit csak lehet, de még mindig nem nyertem szabadulást. És átnéztem, úgy döntöttem, hogy átnézem az egész Bibliát, hogy azok az emberek, akik keserűséggel küzdöttek, kik voltak azok, milyen szituációkban voltak, hogy jött be a keserűség az életükbe, volt-e, aki szabadulást nyert, milyen módon, és akkor én végig tanulmányoztam az összes ilyen szemét, akit nekem az Úr mutatott, ugye Ézsau volt az első, meg az ő szülei, és akkor feltérképeztem, hogy milyen helyzetek lehetnek azok, amikről ír a Biblia, hogy hogyan lesz valaki keserű, mi okozhatja, talált-e megoldást, adott-e neki Isten szabadulást, megoldást az életére. És én akkor ezeket nagyon szépen átnéztem, de még mindig nem szabadultam meg a keserűségből, csak ugye imádkoztam, és sokat, nagyon-nagyon-nagyon sokat gyötrődtem. Nagyon sokat. Azt nem is tudom elmondani, tehát minden nap vigasztalt az Úr, minden nap töltöttem imában időt az Úrral, és így bírtam ki a napokat. Voltak jobb időszakok, szebb hónapok, szebb hetek, szebb napok, de nagyon-nagyon nehéz volt. És a munka olyan szempontból jót tett nekem, akkoriban nagyon el voltam foglalva a munkahelyemen,
hogy a gondolataimat lekötötte. És ugye a keserűség, ha ott van egy ember életébe, akkor az nagyon-nagyon uralni akarja a gondolatrendszert, a gondolatokat, folyamatosan beszélget veled, mondogatja, amit szeretne, és akkor a gondolatokon keresztül az érzelmeidet elárasztja. Tulajdonképpen azok a negatív érzések elgyengítik már a testedet is, a lelkedet is. Nagyon nehéz kijönni így a keserűségnek az uralma alól, és akkor kaptam egy olyan füzetet vagy könyvet, ezt senki nem mondta, hogy mutassam meg nektek, de hát gondolom itt ez nem a reklám helye, csak hogy ez a könyv, ez a Jack Frost, a keserű gyökér erődítmények feltárása, és akkor ez egy útmutató, ez egy szép kis tanulmány, hogy hogyan feltérképezze az ember az életébe, hogy hogy jön be keserűség, és hogyan tud belőle megszabadulni, megtérni, meggyógyulni. És én akkor ezt átnéztem, nagyon nagy szükségem volt rá, hogy én ebből helyreálljak, de még mindig, tehát egyszer átolvastam, nem történt semmi. És akkor az a lényeg, hogy imádkoztam tovább, bibliáztam, imádkoztam, és azt észrevettem, hogy ugye nagyon-nagyon sok területen bejöhet a keserűség, de akkor pont volt egy kapcsolati területen egy nagyon erős keserűségem. És az nagyon fájt nekem, ott volt az első ilyen áttörési pont, amikor megértettem, hogy hogyan működnek ezek a keserű gyökerek, és otthon voltam és imádkoztam, és akkoriban már 2 hónap eltelt úgy, hogy minden nap imádkoztam, hogy rájöttem, hogy a megbocsátást is gyakorolnom kell, mert akkor a keserűségből az felé, az ember felé könnyebben tudok akkor helyreállni, hogy el kell engednem azt, amit vártam, ami nem teljesült, amit hogy másként látott dolgokat, mint én, és akkor nekem le kell mondanom erről, hogy én ilyen fájdalmas szívű ember vagyok, és hogy meg kell neki bocsátani, és 2 hónapig állandóan imádkoztam, hogy megbocsátok, de még mindig nem történt semmi, ugyanúgy fájdalomra ébredtem, fájdalommal teltek a napjaim, és fájdalommal feküdtem le. És volt olyan időszak, amikor csak az alvás adott enyhülést, hogy lefeküdtem, elaludtam, és alig vártam, hogy alhassak, és hogy felébredtem, és megint, mintha egy ilyen fél percig még jól vagy, érzed, hogy jól vagy, és mintha egy kapcsolót így felkapcsolnak, és megint rosszul vagy fél perc múlva. Tehát ez a nagyon-nagyon erős nyomás, ami nem tudod, hogy szabadulj, meg nem akarsz alatta lenni, de mégis ott van. És az a lényeg, hogy amikor imádkoztam a megbocsátással kapcsolatban a konkrét eset miatt, akkor egyik nap úgy döntöttem, hogy gondolkodtam azon az igé, hogy Isten úgy bocsátott meg nekem, hogy ő már eltörölte a bűneimet, és ő nem emlékezik többé arra, amit én tettem, és hogy valahogy én is szeretnék pontot tenni az én fájdalmaim, vagy azoknak a dolgoknak a végére, amiben engem sérelem ért, és én nem akarok többet gondolkodni azon, hogy engem ki miért bántott, vagy félreértett, vagy nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. El akarom engedni úgy ezt az egész esetet, hogy engem ez többet ne tartson fogságban, ez az egész probléma. És akkor azt értettem, hogy nekem egy döntést kell hoznom, amikor imádkozok, hogy én többet nem fogok úgy gondolni arra a személyre, hogy ő bántott, vagy megsértett, vagy nem értett meg, hanem el kell ezt döntenem, mikor imádkozom, és így végleg pontot kell tenni erre. És amikor imádkoztam, nagyon-nagyon sírtam, és kértem az Urat, hogy segítsen nekem ezt a folyamatot így végigcsinálni, és azt mondtam, hogy addig fogok itt ülni, amíg ezt nem érzem a szellememben, a szívemben, hogy vége van ennek a dolognak. És azt az igét, hogy a szellemünk egy lámpás, és vizsgálja a bensőnket, azt azért is olvastam fel, mert a szellemünk valóban, ahogy imádkozunk, a Szent Szellemmel együtt meg tudja mutatni, hogy nekünk hol vannak problémáink, mik a sérült területeink, és ebben tud nekünk szólni, és segíteni akar, hogy a szabadulásra eljussunk, és hogy épp legyen a szívünk, a lelkünk, mindenünk. És amikor imádkoztam, akkor
az Úr úgy jött oda hozzám, az egy nagyon érdekes megtapasztalás volt nekem, hogy elkezdett így szakadozni a mellkasom, olyan érzés volt, mintha kötelekkel lettem volna körbe kötözve, és mintha mindig pattogott volna el egy kötél. És ilyen pattogó, feszülő, szakadó érzéseket éltem át, és akkor egyszer csak olyan volt, mintha szellemben éreztem ezt, ugye, ha lehetne egy olyan fényképezőgép, ami a láthatót és a láthatatlant is látja egyszerre, akkor le lehetett volna fényképezni, hogy itt áll valaki, itt kívül, és az fog itt egy fát, és így húzza ki a szívemből. És én azt éltem akkor át, hogy olyan brutálisan erős gyökér volt a szívemben, ez mint egy növény, egy nagyon erős valami, hogy éreztem, hogy kihúzza azt a növényt a szívemből, és szakadozott, pont olyan volt, mikor gyomlász, aki gyomlált, az tudja, és egy kicsit száraz a föld, és egy bazi nagy kórót találsz, vagy egy ilyen nem tudom milyen növényt, és próbálod kihúzni, de nagyon-nagyon nehezen jön ki, és ahogy húzod ki, akkor fölszaggatja a földet, és az így fölrepül, de ilyen recsen az egész. Na, de hát ez is recsent, és akkor éreztem, hogy kihúzott egy gyökeret az Úr a szívemből, és ott akkor egy békesség töltött be engem. És akkor rájöttem arra, hogy így van ott az összes többi dolog is, hogy keserű gyökérként ott van, és amikor ezt az imát így elmondtam, és Isten így beavatkozott azon a napon az én életembe, utána azzal a dologgal soha többé nem volt már problémám, amit akkor így végrehajtott az Úr, de ez csak egy dolog volt. És aztán, mikor megkaptam ezt a füzetet, akkor ugye mondom, egyszer elolvastam, nem történt semmi, nem is igazán tudtam, hogy mit kezdjek vele, és aztán telt az idő, összesen vagy 2,5 év telt el, és az én életem ilyen hullámzó volt, tehát volt, amikor jól voltam, volt, amikor rosszul, az alapproblémám nem változott meg. És akkor egyik év vége jött, az év vége, abban az évben nagyon sokat dolgoztam, és azt mondták a főnökeim decemberben, hogy te nagyon sokat dolgoztál ebbe az évbe, akkor beteg is lettem ősszel, és mondták, hogy most úgy döntöttünk, hogy december van, gyere be, üljél az asztalodnál, nagyon kevés feladatot fogsz kapni, és olvasgassál, pihenjél. És akkor hát jó. És akkor gondoltam, hogy na, akkor itt az idő, behozom ezt a könyvet, és most én úgy döntök, hogy ezt nagyon alaposan végigtanulmányozom, és én addig nem fogok tovább lépni az Istennel való közösségembe, amíg ezt teljesen meg nem értettem, és az én életemre ezt nem tudom alkalmazni, mert én szabad akarok lenni. És úgy döntöttem, hogy nem akarok tovább fájdalomban úgy élni, hogy engem a múltam, vagy a betöltetlen szükségem, vagy a régi dolgok engem a jövőmben akadályozzanak, és hogy én sose lehessek boldog. És egy hónapig tanulmányoztam ezt a füzetet, napi több órában. Mondom, ez egy ilyen kegyelmi időszak volt akkor az én életemben, hogy nem nagyon kellett abban a hónapban dolgoznom, és úgy döntöttem, hogy úgy fogom átnézni, hogy csak akkor lapozok, amikor már a szívem érti, hogy azon az oldalon mit akart a szerző mondani. Mert amikor az elmém megértette, azt egy nap alatt elolvastam, de semmit nem tudtam belőle alkalmazni. Viszont, hogy a szívem feldolgozza, és hogy a saját életemre én a pontokat úgy megértsem, és alkalmazni tudjam, ahhoz idő kellett, meg elhatározás kellett, mert annyira kétségbe voltam esve, hogy akkor tudtam azt már, hogy itt nekem nem lehet addig tovább mennem, míg ez a dolog nincs megoldva. És mondom, ez legalább egy hónap volt, amíg itt tanulmányoztam, és odaírtam mindenhez a megjegyzéseimet, azt is, amit nem értettem, amit másként láttam, azt hozzáteszem, hogy ez a füzet, ha bárki esetleg majd előveszi és foglalkozik vele, ez a füzet, ez a teljesség igénye nélkül lett megírva, egy nagyon jó látást tartalmaz az erődítményekről, a keserű gyökérről, viszont inkább a családi generációs és a kapcsolatokon keresztül bejövő keserűségről ír, meg az átkokról, azoknak a negatív hatásairól, viszont nem ír például olyanról, hogyha valaki
neki egy betöltetlen szüksége van az életébe, ami miatt megkeseredik, egy tartós anyagi nehézség, vagy egy válás, vagy haláleset, ami az életére nagyon erősen kihat, megrázza. Tehát ilyen dolgokat nem ír bele, de ezzel magatok mindenki kiegészítheti, aki szeretne ezzel a területtel foglalkozni. Szóval én ezt átnéztem, és kértem az Urat akkor, hogy vizsgáljon meg engem, és hogy segítsen nekem feltárni, hogy mik azok a pontok, ahol nekem problémám van, és amiből nekem meg kell térnem, és amit át kell gondolnom. És akkor egy nagyon hosszú lista jött ki a végére, amikor így Isten megmutatta, hogy tulajdonképpen nem olyan nehéz ez, mert ugye ez megmutat kulcsokat, és az ember látja, hogy melyek azok a dolgok, amikre ha rágondol, az neki fáj. Tehát oda rágondolsz, és tudod, hogy ez is fáj, haragszom rá, neheztelek rá, ha rágondolok, az nagyon rossz, ha ő rágondolok, az még rosszabb, ha meg ő rá, az még rosszabb. Tehát, hogy ugye ezt úgy nagyjából az ember érzi. Nekem az fontos még itt elmondani, hogy én nagyon törekedtem arra, hogy én önmagammal őszinte legyek, és hogy én szembenézzek azzal, amik az én hibáim. Mert nem gondolom, hogy azzal vagyok több, ha nem nézek szembe, hanem pont amit mutattam az igét, hogy kiveheti észre a tévedéseket. Nos, a tévedéseket nagyon nehéz észrevenni, de Isten tudja, hogy mik a tévedéseink, hogy mely területeken vagyunk egy rossz úton, rossz irányba, rossz a gondolkodásunk, rossz a reakciónk, tévesek a cselekedeteink, a megítélésünk, stb. És ő meg tudja nekünk mutatni, hogy ezen a területen a személyiséged nem olyan, mint amilyet én építenék neked, hanem itt problémád van, amiből helyre kell állnod. És akkor én mondom, én így kész voltam azzal, hogy arra, hogy szembenézzek az én hibáimmal, és szerettem volna változni, hogy egy teljesebb életem legyen, és hogy az az igazság, a békesség és az öröm a Szent Szellem által, ami az Isten királyságában benne van, hogy ez az én életemben is ki tudjon teljesedni. És akkor tulajdonképpen így arra a hónap végére, amikor megírtam ezt a listát, akkor végül is annyit tudtam tenni, hogy ugye végig imádkozva tanulmányoztam ezt, és aztán a szívem kész volt arra, hogy minden sérelmemet vagy fájdalmamat letegyek, és hogy Istentől kértem, hogy egy újat tudjak kezdeni, egy új fejezetet nyisson az én életembe. És akkor egyik nap leültem, odavittem ezeket a dolgokat az Úr elé, és imádkoztam úgy, ahogy ez a füzet is megmutatja, hogy végülis mik a fontos pontok. Ebben ez egy azért egy érdekes füzet, mert meglátta ez a szerző is azt, hogy ha az Isten nem avatkozik be az életünkbe csodákon keresztül, hogy hirtelen egy csoda történik, és ott megváltozunk, vagy megszabadulunk, vagy meggyógyulunk, akkor van egy másik út, amin keresztül helyre lehet állni, az pedig a Golgota útja. Az, hogy végigmegyünk, és a halálba adjuk azokat a dolgokat, amik tévedéseink, amik fájdalmaink, amiket a mi énünk dédelget, vagy hogy igazából ezek azért nehéz dolgok, mert ahol keserűek vagyunk, úgy láttam, hogy a legtöbbször azok olyan területek, ahol nem biztos, hogy mi hibásak vagyunk, hogy bejött az életünkbe, vagy nem tudjuk már rendezni azt a sérelmet, mert vagy az a másik ember meghalt, vagy elköltözött, nem vagyunk már olyan helyzetben, hogy megbeszéljük vele, vagy egy szülő felé áll fenn, és a szülővel, sajnos, ha ott a szülő is falakat emel, akkor nagyon nehéz azt áttörni, nagyon nehéz őt megszólítani, illetve egy szülővel akár, hogy nem beszélhetsz. Ugye ott azt tiszteletet meg kell adni, és hogyha egy szülő nem kész arra, hogy te rendezd vele a sérelmedet, tehát nem biztos, hogy jól jössz ki belőle. Tehát nagyon sok olyan terület van, amire az ember nem nyer orvoslást, és azért válik keserűvé.
de nem uralhatja állandóan a mi életünket. És akkor tulajdonképpen én így lemondtam arról, hogy én elégtételt kapjak bizonyos helyzetekbe, megváltoztattam a gondolkodásomat emberekkel, dolgokkal, helyzetekkel kapcsolatban, és azt mondtam, hogy Uram, Te adj nekem egy új viselkedésmód, új reakciókat, vedd ki ezeket a fájdalmakat, és hogy én nem fogok úgy tekinteni senkire, hogy nekem adósom, vagy hogy nekem ő tartozik valamivel, és nem kért régen, 15 éve nem kért bocsánatot, és még tartozik egy bocsánatkéréssel felém. Tehát, hogy ezeket így elengedtem, Isten felé is akkor el kellett engednem azt, hogy nagyon fájt nekem akkor, hogy tulajdonképpen a fiatalságomból egy nagyon-nagyon hosszú részt telt el úgy, hogy én nekem senki nem volt mellettem. És az fájt nekem. És végig imádkoztam ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen olyan dolgok nem történtek akkor velem, hogy ilyen nagy mennyei jelenlét és ilyen elsöprő erő jött, és tehát nem voltak ilyen nagy természet feletti megnyilvánulások akkor az én imámba, de a szívem őszinte volt, látta ezt az Isten, velem volt, és utána, hogy én lezártam ezeket a dolgokat, és így pontot tettem sok mindennek a végére, akkor egy sokkal könnyebb időszak jött el az életemben, és le tudtam zárni a múltat, tehát azokat a dolgokat, amik a múltban nekem nagyon fájtak, vagy kihatottak az életemre, és felszabadultam, és utána már az életet, a mindennapokat sokkal jobban tudtam élvezni. Aztán több ideig, ugye még utána 6 év volt még ezután nekem, miután még a Tibivel, a férjemmel találkoztam, tehát várakoznom kellett még mindig, de az már, az időszak sem volt könnyű, de az már lényegesen könnyebb volt, mint ahogyan előtte éltem meg a dolgokat. Úgyhogy én tulajdonképpen ennyit szerettem volna nektek dióhéjban elmondani.